Szent Imre Katolikus Általános Iskola az elmúlt héten egy hetes rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. Az ünnepi hét programjába október 11-én egy sportversenyt is beillesztettek, melyet a Lipcsei Elemér sporttelepen rendeztek meg. A tiszafüredi katolikus népoktatásnak helyet adó első épületben, a mostani iskola helyén 1869. októberében kezdődött meg az oktatás, először kettő, majd mind a négy tanteremben. Erre az igen régi 150 évvel ezelőtti tanévre és az azóta eltelt évtizedekre emlékezett az iskola és az egyház közössége az elmúlt héten. Már korábban hirtattunk az intézmény által szervezett többféle eseményről, amelyek részben a múltról, részben a jelenről szóltak. Az ünnepi hét utolsó eseménye az október 11-én délelőtt 11 órától megrendezett sportverseny, vagyis futóverseny volt, melyre a Lipcsei Elemér sporttelepen került sor. A tiszafüredi iskolákban tanuló diákok egy része még nem látta az elmúlt évben szinte teljesen megújult sportpályát, ők érdeklődéssel néztek körül a helyszínen. A sporttelep nem csak a focinak ad otthont, hanem a szomszédos katolikus iskola diákjai is rendszeresen használják a futókört és a kapu mögötti füves területeket. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola testnevelés munkaközössége hirdette meg azt a szabadtéri futóversenyt, amelyre ezen a napon, október 11-én került sor. A felhívás szerint három korcsoportban versenyeztek a tanulók, 60, 100 és 400 méteres síkfutásban. A város fiataljai közül több mint 200 résztvevő jelentkezett a versenyre. A résztvevők szerint jó hangulatú, izgalmas versenyt rendezett a katolikus iskola. Az idő is kellemes volt, illetve a diákokat inni és ennivalóval is megkínálták. Minden fiatal emléklapot vehetett át, illetve az első 6 helyezett eredményét egy-egy éremmel is elismerték.